Sky Film az most már közel 15 éve, 1991-ben alakult. Herendi Gábor alapította, ő a cég jelenlegi tulajdonosa is, és hát ő reklámügynökségi oldalról jön, tehát ő reklámügynökségeknél volt kreatív ember, de mindig vonzotta őt maga a gyártás, az alkotásnak ez a fajta megvalósítása, és ezért hozta létre a Sky Filmet, ami hát fő profiljában reklámfilmeket gyártunk, de most már ugye 3 mozifilmen is túl vagyunk, emellett gyártottunk videoklippeket, és 2 sikeres tévésorozatot is. Csíkos fejű Nádi Poszáta. Első reklámfilmem az, van egy olyan borzasztó nevű termék, hogy Ambipur Permanente, az egy légfrissítő, és annak volt egy reklámfilmje, ami egy bilin ült egy kisfiú, és púzott egyet, és a mellette álló kutya, az kiszaladt. És akkor jött a váltás, hogy akkor betették az Ambipur Permanente légfrissítőt, és akkor a kutya nem ment ki. És ez annyira... Azt nem mondom, hogy felháborodás keltett, de még a Hofi is kifigurázta ezt a reklámfilmet, mert tényleg ettől a dologtól megdöbbentő volt, de miután ezt egy nagyon kicsi baba csinálta, ezért olyan nagyon nem botránkoztak meg rajta az emberek, viszont arra nagyon jó volt, hogy elképesztő figyelemfelkeltő volt, és olyan sikere volt igazából az eladási sikereket is mondom, mert tényleg ezen mindenki beszélt erre a reklámról, de azt is eredményezte, hogy elképesztően jól ment a termék, és alig tudtak annyit gyártani, emlékszem, hogy ki tudják elégíteni az igényeket. Szóval én ebbe is szerencsés voltam, az első reklámfilmem elképesztő sikeres volt. Nyár van nyár, röpke-lepke száll világra, zümmög 100 bogár. Akkor a beleszólása van a cégnek a reklám készítésében. Van, hogy technikai megoldásban kell segíteni, hogy ez most animáció vagy trükk, amit ugye szintén mi az utómunka során tudunk megvalósítani, hogy ez egyáltalán hogy oldható meg gyártásilag, hogy le kell zárni mondjuk az Erzsébet hidat, vagy le kell ugrani egy 10 emeletes ház tetejéről, akkor ezekben mind, ami szakértelmünkre vagy tapasztalatunkra van szükség. Magába a történetbe ritkábban, tehát az egy elég hosszú, izzadságos munka eredménye, és nem szokták szeretni, hogyha mi azt mondjuk, hogy szerintünk sokkal viccesebb lenne, ha így meg így történne. For a while, till I lose my smile, like no one in my life only. Én mindig azt gondolom, hogy a legfontosabb a kreatív ötlet, az alapötlet, storyboard, mindegy, minek nevezzük, és ha az nagyon jó, akkor egy rendezőnek megvan a lehetősége, hogy egy jó reklámfilmet csináljon, de megvan a lehetősége, tehát el is lehet szúrni. A nagyobb baj akkor van, amikor rossz a kreatív ötlet, és abból a rendezőnek kéne valami jót csinálni, nagyon-nagyon ritkán előfordul. 1000 apró tényező határoz meg szerintem egy reklámfilmet, hogy az jó legyen, de tényleg a színészek, színészválasztástól, a helyszín, a zene, a színészvezetés, nagyon-nagyon-nagyon sok film, nagyon sok minden, és ez ugye ez egy divat szakma, tehát még azt se lehet mondani, hogy itt én a 95-ben készült egy reklám, és az baromi jól sikerült, az ma is működne. Sokkal-sokkal gyorsabban változó dolog a reklám, mint mondjuk maga a játékfilm. Kérek még. Körülbelül mennyivel kerül egy reklám? Nekem volt egy kollégám, aki erre azt kérdezte, hogy fehér tigris van benne, vagy Brad Pitt. De ilyet nem lehet megmondani. Általában hosszra 30 másodperc az, ami egy ilyen bevett hossz, de tényleg rengeteg-rengeteg tényezőtől függ. Szerepelhet benne híres ember, akik azért több milliós gázsit kapnak. Lehet, hogy Argentínába kell menni forgatni, mert az időjárás nem engedi meg. Lehet, hogy 100 statiszta van, de lehet, hogy csak egy műteremben vagyunk, és egy darab kézmodellt használunk. Úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy 5-8 millió forinttól határa csillagos ég. Átlagosan, ha egy olyan nagyságrendi összeget kell mondanom, akkor azt mondom, hogy egy 20 millió forint az, ami így körülbelül lenni szokott
Elmegyek messze magától, és búcsúzom a régi boldogságtól. Egy élmény volt. Hát a rendező igazából a karmestere egy filmnek, tehát hogy minden szál hozzáfut össze, legalábbis az európai filmgyártásban, Amerikában nem teljesen így van, ott nagyon-nagyon, vagy jobban függetlenek a különböző egységek, akik úgy hozzátesznek a filmhez. Magyarországon, meg Európában a rendező nagyon központi alakja, tehát a stylingtól kezdve a díszletig, a zenéig, minden egy kicsit a rendezőnél fut össze az ő kezeibe, és ez egy kérdés, hogy mennyire találja meg azt a csapat, hogy akiket igazából jól tud irányítani, és tényleg azt kapja vissza, amit ő szeretne. Hát ez egy hosszú harc, hosszú munka, hosszú előkészítés. Egy jól előkészített filmet szerintem igazából azt lehet jól leforgatni, és akkor utána van egy megint nagyon hosszú periódus, az utómunka, amikor vágja az ember, a hangját megcsinálja. Szóval nagyon-nagyon összetett feladat. Nehéz erről ilyen dióéba beszélni. Nem. Nagyon képületes lesz. De erre van az önszabályzó reklámtestület, akiknek el lehet küldeni véleményezésre a kész reklámfilmet. Azt is meg lehet tenni, hogy de nekem volt egy olyan esetem, hogy adaptálni kellett egy reklámfilmet, amiben a kislány az apukájának a haját vágja egy ilyen hajnyíróval, és tehát a gyerekekre nagyon figyel a reklámtörvény, és elküldtük az önszabályzó reklámtestületnek, aminek a testületi tagságát reklámszakemberekből, jogászokból és különböző szakemberekből áll, és akkor tőlük egy állásfoglalást lehet kérni. És akkor ők egy írásos állásfoglalást adtak, amennyiben azt mondták, hogy ez nem károsítja a gyermekek lelkét, vagy nem sugal semmi olyat, hogy a gyereknek le kéne nyírni az apukája haját, ami mondjuk egy ilyen veszélyes eszköz, és akkor engedélyezték. Minden egyes reklám egy új kihívás, és szeretem csinálni. Nagyon más, mint a játékfilm. És én tényleg azt mondom, hogy én nagyon szerencsés vagyok, hogy valahogy úgy az egyikbe ki tudom pihenni magamat a másiktól, vagy hogy mondjam. Szóval, hogy a sok reklám után az egy alkalmazott művészet, ott sok a tolerancia, ügyfél, ügynökség, és akkor az ember egy kicsit úgy nyel, és próbálja magát moderálni, és akkor egy idő után jön egy játékfilm, és akkor abban én kitombolhatom magam. És akkor az is kifáraszt, akkor olyan jó visszatérni egy kicsit a reklámfilmhez, azért az mindenképpen inkább rutin munka, és magabiztosabb vagyok egy reklámfilmben, ami egy-két napos forgatás, nagyon könnyű átlátni. Az átláthatósága egy reklámfilmnek sokkal-sokkal könnyebb, mint egy játékfilmnek, tehát azért nagyon más 90 percet átlátni, vagy egy 30 másodpercet átlátni.